Magyon állomásozott a szűrő busz 2022 őszén, ekkor még a Nemzeti Népegészségügyi Központ üzemeltetésében. Ez azóta változott, az ezzel kapcsolatos feladatokat tavaly az Országos Kórházi Főigazgatóság vette át. A feladat és a célkitűzés azonban nem változott. Olyan hátrányos helyzetű kis településekre biztosítani a szűrővizsgálatokat, ahol a helyben élők ezekhez a szolgáltatásokhoz nehezen jutnak hozzá. A szűréseket a vármegyei kórház munkatársai, orvosai, szakdolgozói végzik. Elsődlegesen a daganat szűrése, koncentrálunk, ugye ezt, hogy időbe vegyük észre, amennyiben a rákos betegséget időben kiszűrjük, sokkal nagyobb a gyógyulásra való ö, hajlam. A feladatunk az, hogy a, megyei intézmény munkáját és a szűrőprogram munkáját összehangolva a kórházban dolgozó orvosok, szakdolgozók, ápolók segítségével munkanapokon elvégezzük ezeket a szűrővizsgálatokat, amelyek valóban, ahogy az Országos Kórházi Főigazgatóság támogatásával, koordinálásával folynak, viszont a megyei intézmény is itt nálunk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg oktató Oktatókórház a megyében Kicsit önállóan tudja ezeket ezeket szervezni. Mi ismerjük a helyi struktúrát, a helyi kapacitásokat, a szakemberek rendelkezés állását, és nyilván a megyei e, ismereteink is nekünk e, e, nagyobbak. Általános állapotfelmérés, kardiológiai, nőgyógyászati, szájüregi vizsgálat. Többek között ezeken a területeken végeznek szűréseket a kitelepült buszokon. Az idei program áprilisban indult, egyelőre nagyobb aktivitással, mint a tavalyi évben. Tavaly volt néhány csalódás egyes településeken, ahol kicsit úgy gondoljuk, hogy sokkal kevesebb létszámban jelentek meg, mint amennyire vártuk őket. Igaz, a tavaly az ilyen első év volt, amikor az Okszágos Kazdifigazdaság szervezésével történt ez a, ez a program, bár korábbi években is lentünk már meg. A programunk most már ismert a, a megyei településeken. De a helyben is visszatérni, mondhatjuk Így, van, azt, így van, ez már évek óta történt, az OKFŐ előtt az NNK szervezte, akkor is mi vettünk részt benne a helybe viszük a szűrővizsgálatokat program, ez a teljes neve, ez most már ismert a megyebeli lakosok és a polgármesterek előtt, a meglátogatjuk, és most már örömmel jelzem, hogy itt a 2024-es év folyamán, április hónapban, amikor elkezdtük a szűrővizsgálatokat, most a naponta 50-60 beteget tudunk leszűrni. A szűrőbuszok egészen novemberig havonta 6-8 településen állomásoznak majd. Ebben a hónapban május 22-én szerdán Penészlekre, egy nappal később Csarodára, május 28-án Kedden Tarpára látogatnak el. Az adott hónapi ütemtervről a Kölcsei Televízió képújságján rendszeresen tájékozódhatnak.